Jó napot, Völner úr! A másodrendű vádlott Völner Pál egykori fideszes miniszterhelyettes meghallgatásával folytatódott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének a tárgyalása. A vádiratban szereplő azon állítást, hogy én elsőrendű vádlott Sadd Györgyel korrupciós kapcsolatot alakítottam ki, nem igaz. Nem igaz az az állítás sem, hogy a korrupciós kapcsolat keretében rendszeresen pénzt kaptam volna, amit az ügyészség rendelkezésre állási pénznek nevez. A vádirat állítása szerint 21. november 3-án megegyezésünknek megfelelően Sadd György további 6 millió forint készpénzt akart átadni részemre. Ez az állítás szintén van, nem is találkoztunk, úgy volt, hogy találkozunk, tehát ez látható a leíratokból is, de nem találkoztunk. Most, hogyha nekem, bocsánat, akarnak adni 6 millió forintot, akkor lehet, hogy oda mennék, értem, hogyha megegyeztük volna. Völner az elején viszonylag váratlanul a gyerekkoráról, és arról beszélt, hogy miket tett az országért. 1962-ben születtem szüleim negyedik gyerekeként. A Kádár rendszernek, mint sokan mások, nem a napos oldalára születtem. Kezedbe libákat őriztem, kapáltam, elláttam az állatokat, etettem őket, tehenet fejtem, lovat hajtottam, amit éppen kellett. Rendszeresen önkéntes munkában is részt vettem. Volt olyan, hogy egy hétig egy templom építésén dolgoztam társaimmal együtt fizetség nélkül. Mindig minden kötelességemet teljesítettem. Országgyűlési képviselőként szerettem volna azt az önkéntes tevékenységet, amelyet eddig az önkormányzatoknak, az egyesületeknek, alapítványoknak és egyházaknak végeztem, tovább bővíteni, segíteni azokat az embereket, szervezeteket, akiket az akkori kormányzat teljesen magára hagyott. Én, mint képviselő, nem fordíthatok hátat a hozzám fordulóknak, segítenem kell, ha tudok, és akkor is meg kell próbálnom, hogyha nem biztos, hogy tudok segíteni. Ezt a logikát az ügyészség nem érti, jól láthatóan minden segítő szándéknál korrupciót feltételeznek az eljárás során, meg sem fordult a fejükben, hogy segíteni az ember csak úgy őszintén tud, ha válogatás nélkül próbál mindenkinek segíteni. Az egykori politikus minden vádpontban ártatlannak vallotta magát, és többször kitért arra is, hogy milyen kapcsolatban álltak Sadd Györggyel. 2015-ös kinevezésemkor, tehát, mint említettem, Sadd György volt a karúi elnöke, és ezt követően a protokoláris eseményen a minisztert helyettesítve ismertem meg őt. Agilis fiatal vezetőnek tűnt, aki elkötelezett a végrehajtói kar megújítása mellett. Jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, mivel minden végrehajtással kapcsolatos kérdésben tájékozott, napra kész volt. Emlékszem olyan beszélgetésre Sadd György elsőrendű vádlottal, ahol megkérdezte, hogy a választókerületi tevékenységhez felajánlhatja-e a segítségét. Megköszöntem a felajánlást, és jeleztem, hogy pénzt nem fogadok el, de az aktivistákat tud küldeni, vagy önkénteseket, akik segítenek aláírásgyűjtésbe, kopogtatásba, bármi olyan munkába, azt nagyon megköszönöm. Valamelyik tanúvallomásban is szerepel, hogy mindig tisztelettel beszélt volna, tehát még a távol létemben is. Tehát volt egy olyan nexus közöttünk, ami egyúttal egy távolságtartást is jelentett. Pont ennek a tiszteletnek a kapcsán, amit ő más fogalmazott meg, de így tekintve a dologba, ezt én is mindig érzékeltem. Az az állítás, hogy amit már mondtam, hogy Sadd György többször jártam ebédelni, igaz, de szerintem ez nem tilos. A más hivatásrendi vezetővel is ebédeltem időnként együtt, más hivatásrendi vezetővel is cseréltünk alkalomkor italokat, tehát ezért mondom, hogy nem lépte túl a szokásos kereteket. Mondta, hogy volt olyan, hogy ital átadásra is sor került. Ezek milyen alkalomból, vagy miért? Hát karácsony előtt rendszeresen legalább egy 50 üveg ital nálam meg volt azoknak, akik rendszeres vendégeim voltak munkakapcsolatban, azoknak adtam át, ő is közéjük tartozott, de mint említettem, ez más hivatásrendi vezetőkkel is megtörtént, és hogy ezen kívül mondom, névnapon is volt, hogy ajándékozott, és én is volt, hogy a Györgynapra adtam neki. Volt-e olyan hármas megbeszélés, ami a miniszter, ön és Sadd György között történt? Volt. Nincs több kérdésem, köszönöm. Völner a tárgyalás után nagyon szeretett volna elbújni a sajtó elől, és nem ott ment ki a teremből, ahol egyébként a vádlottak szoktak. Jó napot, Völner úr! Miről volt szó, amikor hármasban találkoztak Varga Judittal? Miről beszélgettek Varga Judittal, amikor Sadd Györggyel találkoztak hármasban? Államtitkár, mit várnak Varga Judit miniszter asszony meghallgatásától?
Miért nem mondja el, hogy miről volt szó, amikor a miniszter asszonyjal találkoztak hármasban, Sadül György? Miért idézted ide valamit? Azt mondta egy lehallgatott beszélgetésen, hogy tudna olyan dolgokat mondani, hogy meginokna egy-két ember széke. Kinek a székére gondolt? Bűncselekményekről van tudomása? Milyen érzés volt a vádlottak padján állni a parlament után? Miért nem válaszol a sajtó kérdésére? Kérdeztük Varga Juditot, hogy átszabják-e a végrehajtói törvényt. Ő azt mondta, hogy erről esetleg szó lett. Önnek mi a véleménye erről jogászként? Kiknek a széke inokhat meg? Ugye a feleségének mondta ezt a lehallgatott beszélgetésben. Teljesen tiszta a lelkiismerete? Mikor fog válaszolni a kérdéseinkre? Akkor tudunk ott lenni a Karmelitától a Nyírmárton falvai lombkorona sétányig, ha minél többen rendszeresen támogatjátok a Telexet. Ja, és persze, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra sem.